Illés Zoltán a vendégünk, aki a Fidesz környezetvédelmi államtitkára volt korábban, mostanában azonban inkább kormánykritikával szerepel a hírekben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, de talán ebben nincs is semmi különleges, mert bocsánat, hogy itt a felkonfot megakasztottam. Én a magyar közéletben arról vagyok ismert, aki figyeli a pályafutásomat, hogy politikai családtól teljesen függetlenül, és függetlenül attól, hogy államtitkár vagyok, vagy egyszerű közember, a környezetvédelem a szívem csücske, és hogyha valami butaság történik, rossz döntés történik, szakmaiatlanság történik, akkor én ezt szóvá teszem, akár ellenzékben van a Fidesz, volt ilyen, akár kormányon van a Fidesz. De mondott most egyébként ennél többet is, mert a Lánchíd rádióban beszélt például a földprivatizációról, és nem butaságról beszélt, vagy szakmaiatlanságról, hanem bűnről. Azt mondta, hogy ami abban az esetben történik, az az. Sőt, azt a szót is használta nem egyszer, hogy lopás. Így van, tehát mondjuk a környezetvédelem területén egy Európai Uniós irányelvvel szemben, vagy a szakmaisággal szemben mondjuk hulladékégetőt akarnak építeni, akkor fölmerül a kérdés bármelyik magyar állampolgárban, aki hallja ezt a hírt, hogy miért, mi a motiváció. Ha szakmaiatlan a dolog, már pedig igen, tudjuk, hogy az égetés, mondjuk akár gazdagék, akár szegények égetnek műanyagot, olyan bűz keletkezik, és rákkeltő anyagok, tehát az égetés az nem jó. A tetejében a kommunális személy kincset jelent, rengeteg újrahasznosítható anyag. Látom, hogy most szívesebben beszél erről, mint a földprivatizációról, arra vissza fogunk térni, de ha már a szemétégetésnél tartunk. Bocsánat, hogy mi az érdek még ezt? Hát 40 és 60 milliárd forint egy ilyen szemétégető megépítése. A tetejében Antwerpenből jövök, szeptember elején ott voltam egy világkonferencián, hulladékoson, és azt mondták, az egyik fő üzenete az volt, hogy nem építenek szemétégetőket. A legújabb trendek szerint az újrahasznosítás. Tehát például nyugati cégek megkeresettek különböző embereket Magyarországon, és azt mondták nekik, milyen jó lenne, ha megvennétek a mi technológiánkat, és építenétek egy szép hulladékégetőt mondjuk Budapesten. Ugyan nincs rá szükség, ugyan nem ezt kell csinálni, ugyan újrahasznosítást kell csinálni, de valakikben fölcsillant a dollárjel, megjelent a szemükben, és pénzt akarnak belőle csinálni. Na, de most, ha jól értem, ellopnak 10%-ot a 60 milliárd, akkor az 6 milliárd. Ehhez képest egy utóválogató, ami a lakossági szelektíven gyűjtött szemét utóválogatását csinálja, Pécsi Biocon megvalósította, az 6 milliárd forint. 6 milliárdból 10%, vagy a 60 milliárdból 10%. Tehát innentől kezdve azt állítom, szakmaiatlan bejelentés Lázár úr részéről, hogy hulladékégetőt akarnak építeni, nem ezt kell, hanem a szelektív hulladékgyűjtést és az újrahasznosítást, az több munkahelyet jelentene. Több környezetvédelmi tekintetben beruházást jelentene, de nem, hanem nagy monopolisztikus dolgokat akarnak csinálni, mert abban több pénz van. Hát illetve ezzel azt is mondja, hogy valakit vagy többeket megvettek a kormányból. Hát megvettek a szónak abban az értelmében, hogy mondjuk a fülébe súgnak, és azt mondják, hogy hú, itt nekünk hulladékégető. De nincs egyetlen egy kormánytag, aki értene mondjuk a környezetvédelem ügyéhez. De ha jól értem szintén, amit mond, akkor azt mondja, hogy a lopáshoz viszont értenek, mert azt alapigazságként feltételezi, 10%-ot mindenképpen lenyúlnak, és akkor a 60 milliárd 10%-a több, és már csak az a kérdés, hogy ez egy magánzsebbe megy, vagy pedig egy politikai koffer. Így van, ugyanakkor a 10%, ez most akár lehet szimbolikus, én azt gondolom, hogy sajnos nagyon sok esetben ez nem 10%, hanem több, de hogyha csak a tisztes haszonról beszélek, és egy pillanatra engedj meg, hogy elfelejtsük itt a korrupció lehetőségét. Csak a tisztes haszonról. Ha 10% a tisztes haszon, ami jogilag megilleti, akkor 6 milliárdos beruházást, vagy 60 milliárdost érdemes csinálni EU-s pénzből, vagy kormánypénzből. Hát nyilvánvalóan a 10% nagyobb egy nagyobb beruházás esetében. Magyarul azt akarom mondani, hogy semmi. Bocsánat, uram, tisztes haszonról a kormány esetében nem beszélhetünk, hiszen a kormány nem egy cégprofitorientált vállalkozás. Bocsánat, tehát nem a kormány esetében, hanem a cég esetében, amely mondjuk tenderen elnyeri. Persze, azt, de hát mi közünk nekünk ahhoz, hogy nekik mekkora a tisztes hasznuk, ha csak nem ebből a haszonból valaki visszakap. Hogyne, természetesen. Hát ezért mondom azt, hogy szakmaiatlan is az, hogy például szemétégetőket akarnak építeni, tehát levegőszennyezési problémák állnak elő, nem a szelektív hulladékgyűjtés felé mennek a dolgok, az Európai Unió nem ezt támogatja, hanem az anyagában történő újrahasznosítást. Ez az én szakmai bírálatom ebben a döntésben. Kettő,
a motivációt próbálom érzékeltetni azáltal, hogy a háttérben lévő érdekcsoportok súgnak különböző embereknek, hogy nyomjátok ti csak ezt a hulladék égetőt, kell ez nektek. Azok pedig fölcsillanó szemekkel, hát ha az érdekcsoportjaik, a támogatóik akarják, hát akkor miért nem, miért ne? Tehát nincs a kormányon belül környezetvédelem, környezetpolitika, és egyetlen egy ember se államtitkári szinten, aki a szakmai szintet vinni, illetve a szakma lenne az elsődleges fontosságú. Nagyon fontos és súlyos az is, amit a környezetvédelemről és a szakmáról mond, de mindezzel azt is mondja, ha magyarra lefordítom, hogy Lázár János vagy lop, vagy tolvajokat fedez. Én azt mondom, hogy Lázár János egyszerűen olyan, mintha bárki magyar állampolgár jelentene be ilyen dolgokat, tehát nincs súlya, nincs szakmai tudása. Tehát vagy nem, ért hozzá, az is nagy baj. Hát miért neki kell ilyen kérdésekben mondjuk szócsőként szerepelnie? Vagy ha ő dönti el ezt a dolgot miniszterként, semmilyen tudása nincs erről. Hát semmi szakmaisága nincsen a környezet természetvédelmi vízügyek tekintetében. Tehát ez a korlelet, hogy olyan kormány van, amely a szakmaiságot, és én itt most leszűkítem a környezetvédelemre, vagy a földügyekre, a szakmaiságot egyáltalán nem tartja fontosnak. Hát, ebből mi következik, hogy olyan kormányra van szükség 2018-ban, amely szakértői kormány. Tehát nem politikai kormányzásra van szükség, hanem szakértői kormányra. Miért? Mert a politikai kormányzás ebben a pillanatban egyet jelent szűk érdekcsoportok kiszolgálásával és az országos manipulációkkal. És hogy ne ismételjük meg azt a teljes beszélgetést, ami a Lánchíd Rádióban már lezajlott, akkor csak elmondanám a nézőknek, hogy ott mik voltak a fő megállapítása. Ugye azt mondta, ezt már idéztem, hogy több mint hiba bűn kategóriája, amit a földprivatizáció ügyében történik. Itt egy politikai klientúra gazdagításáról van szó, lopásról szól az egész, nagy állami monopóliumokat nem lenne szabad kiosztani, ehhez képest ez most megtörténik. Politikai érdekből és az ügyletek mentén majd mindenféle lopás lesz az, ami csurrancseppen azoknak, akik... Tehát nem a felszínen történnek ezek az illegális ügyletek, hanem például, ha valaki, aki eddig bérelhette, megveheti, és azt mondja, neki nincs erre pénze, de fölvesz hitelt, akkor risztelni lehet alacsonyabb szinten azokkal, akik lehetővé tették a számára, hogy ő legyen a nyertese a vásárlásnak. És azt is mondta, hogy van egy politikai változás a Fideszben, ami nem a magyarság érdekét szolgálja. Hogyne? Például a szakmaiatlanság ebben a tekintetben, tehát ahogy említettem az én szűkebb szakterületemen, a környezetvédelemben, de itt a föld eladások tekintetben a monopóliumot, ahogy ön is helyesen mondta az én szavaimat, én megismétlem, monopóliumot, az állam mozgásterét azt nem szűkíteni kell, hanem növelni kell. Ez nem a magánérdek ellen van, és ez nem a gazdaság érdekei ellen van, hanem pont az veszett el, hogy rövid távon az ország érdekeit szolgáló döntések szülessenek. Értem, ezzel ön gyakorlatilag fölállt egy pódiumra, és azt kiabálja, hogy itt, hogy a Fidesz kifejezését használjam, hazaárulás történik, és ezek lopnak. Úgyhogy ezek után egyetlen egy kérdés marad szerintem az ön számára. Ez miért még mindig az ön politikai családja, ha így gondolja? Hát jobb-közép pártról beszélek. Én azt gondolom, hogy van egy eltolódás szélső jobb irányában, már a politikai tónus tekintetében is, és van egy vákum, van egy tér. A német megfelelő azt mondanám, hogy nem véletlen, hogy a Bajor kormánypárt támogatja a Fidesz legjobban, mondjuk a migrációs kérdésben, és nem a CDU. Tehát én azt látom, hogy a politika palettán egy elmozdulás történik a Fidesz tekintetében, és nyilvánvalóan ezt a pártelnök úr akarata szerint történik, és van egy vákumtér a CDU. Én azt a politikát képviselem, mondok egy alapelvet, szakmaiság, mondok egy másikat, a cél nem szentesíti az eszközt. Tehát az, hogy a hatalmat megszerezni, vagy a hatalmat megtartani, mindenfajta eszköz árán, ez elfogadhatatlan. Mások is ábrándultak már ki a Fideszből, és azok kiléptek. Ön ezt miért nem teszi meg? Én azért nem, legalábbis az én álláspontom az, hogy ezeket a dolgokat kell megváltoztatni a Fidesz politizálásában és a kormány politizálásában, tehát például a szakmaiságot kell visszahozni, annak érdekében, hogy hiteles legyen, és esélye legyen megnyerni a választásokat. Ellenkező esetben 2018-ban ez az esély csökken, és lássuk azokat a szavazókat. Miért nyerje meg a választást egy olyan párt, amelyik minden olyan kérdésben, amelyhez ön szakmailag ért, bebizonyította, hogy az ön szeme láttára ez a véleménye, hogy lopnak, és nem az ország érdekeit. De hát még egyszer mondom, én arra törekszem, hogy
bírálva ezt a haszontalan gyakorlatot, a szakmaiatlanságot, a korszerűtlenséget, esély legyen a Fidesznek a tekintetben, és így én egy másképp gondolkodó vagyok a Fideszen belül, hogy esélye legyen megváltoztatni a politikáját, mert én azt állítom, hogy ez a fajta szakmaiatlanság, korszerűtlenség a 21. század tekintetében nem vezet győzelemre. Tehát én nem abban vagyok érdekelt ebben a pillanatban, hogy a Fidesz ne győzön, de így biztos nem fog győzni, mondom ezt én. És majd hát az idő meghozza, hogy igazam van, vagy nincs igazam. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Lehetne ezt még folytatni, de nem tudjuk, mert köszönöm szépen a híradó.